Az első közös rendezvényt tartották péntek este a roma szakkollégisták a Magyarországi Evangélikus Egyház Nyíregyházán alapított intézményében. A 2016-17-es a 6. tanév már. 27-en járnak az intézménybe, melynek szakmai programja pályázathoz kötött. Elsődleges a közösségépítés, a spiritualitás és a romák társadalmi szerepvállalásának erősítése. 2016-ban 4 hallgatójuk végzett egyetemen főiskolán, védőnőket, diplomás ápolókat patronált a hálózat, amelynek célja a hátrányos helyzetben lévők segítése, egy roma középosztály, értelmiségi réteg kinevelése. A kommunikációjuk, a társadalmi beágyazottságuk, a széles látókörük, akár nemzetközi szinten való kitekintés, a önismeret és a önérvényesítésnek az elsajátítása, ezek mind-mind szerepet kaptak az ő képzésükben. A hálózat ösztöndíjakat is keres a hallgatóknak, megtalálják az anyagi támogatást tanulmányaikhoz. Diplomát már nem kaphatunk, csak hogyha nyelvvizsgánk van, és nagyon sokunknak nem adatik meg az anyagilag, hogy eljárjunk nyelvtanárhoz, havi 2000-et, meg 2500-et fizetsünk egy óráért, és itt ezt ingyen megkapjuk. Ugye le van bontva, hogy haladó, kezdő, stb. Angol, német, tavaly volt a lovári, és ez most nincs, de angol, németből van felkészítés, és még nyelvvizsga felkészítő is. Egyre több roma fiatal jár egyetemre, főiskolára, a keresztény szakkollégiumi hálózat is bővülhetett az idei tanévtől, egy fővárosi református cigány szakkollégiummal. Így összesen országosan 7 intézmény működik. A szakkollégiumok szeretnék, ha nem csak pályázati, hanem állami forrásból tarthatnák fenn intézményeiket. Szeretnénk ebből a pályázati, egyébként jól működő pályázati finanszírozásból átemelni az egész szakkollégiumi hálózatot egy ilyen kvázi normatív, tehát hogy elsősorban hazai forrásból támogassa a kormányzat egyfajta normatív alapon, amelyik a teljesítményt, a tehetséggondozást, az adott szakterületen való elmélyedést segíti. A normatív rendszerre 2018-tól lenne lehetőség, mondta a hálózat országos elnöke.